A befogadási eljárás az egy összetett eljárás. Többféleképpen kerülhetnek a fogvatartottak a BV intézetbe. Most ha konkrétan az elítéltre gondolunk, jelentkezhet önként a szabadságvesztésére, vagy a rendőrhatósági intézkedéssel elővezetik, hogy elfogadó parancs alapján megfogják és ugye előállítják a BV intézetbe. A befogadáskor a fogvatartott, ha összekészítette a büntetési irányítás országos parancsnoksága által megküldött jegyzék alapján azokat a személyes tárgyait, amit tarthat magánál, bevonul a BV intézetben. A BV intézetben okmányok alapján azonosítjuk a fogvatartottat, megalapítjuk a személy azonosságát. Az elítélteknek pedig a befogadáshoz, a foganatba vételhez köti konkrétan a jogszabály a rabosítását. Itt ez azt értjük, hogy nyilvántartásba veszük, daktiloszkópiai ujjnyomatvétel, arcképmás készítése, bizonyos esetekben DNS felvétel, és ezt küldjük meg a hatóság részére. A befogadáskor, amikor megállapítottuk a személyazonosságát, lekérdezzük a bíróság és a büntetésvégrehajtás országos parancsnokságán keresztül az ítéletadatokat, megállapítjuk, hogy befogadható-e a személy, és milyen jogcímen fogadjuk be. Ezen érthetjük azt, hogy fegyház, börtön, fogház, vagy esetleg fiatalkorú ítéletek kapcsán. A bíróság megküldi ezeket az ítéleteket a BV intézet részére. Ez alapján állapítjuk meg a szabadságvesztés kezdő és utolsó napját, esetleg a feltételes szabadságra bocsátását, reintegrációs őrizet esedékességét, enyhébb végrehajtási szabály, hogy minden ilyen jogosultságát ezek alapján tudjuk megállapítani. A befogadott személynek az első, mikor megállapíthatok a személyazonosságát, az első mozzanat, hogy személymotozásnak vetjük alá. Megfeszítéssel történik a motozás, mert csúvan el. Ezt kézifénykeresővel, keretes fénykeresőkapuval, a tárgyai csomagvizsgáló eszközzel, elválasztjuk azokat a tárgyakat, elveszük azokat a tárgyakat, amelyeket nem tarthat magánál, amely tárgyakat pedig magánál tarthat, azt pedig ugyanúgy átvizsgáljuk, és azt megkapja, azt viheti magával a körletre, a zárkába. Az egészségügyi osztály egy ilyen előzetes egészségügyi befogadás végez rajta. Itt gyakorlatilag a sértetlenségét és az egészségi állapotát ellenőrzi. Beöltözik formaruhába az elítélt, és megszabják a számára, hogy mely körleten, mely zárkába kerül elhelyezésre, és bekerül gyakorlatilag közösségbe.